Magyarország kiemelten fontosnak tartja a külhoni magyar emlékhelyek megőrzését, hangoztatta Kassán a felújított Batthyány János író emléktáblájának leleplezése előtt Lengyel Miklós, a külgazdasági és külügyminisztérium képzésekért, ösztöndíj programokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkára. Lengyel Miklós kiemelte, hogy 2017 óta külön kerettel támogatják a megmentésre szoruló magyar történelmi és kulturális emlékek megóvását, illetve újabb emlékhelyek kialakítását. Hozzátette, hogy 2017 és 2022 között több mint 100 műemléket újítottak fel, és az idén ugyanezt teszik. És külön üzenete van annak, hogy a 260 éve született Batthyány emléktáblát most felújítva Kassa főpolgármesterével együtt leplezhették le. Az ember felteheti a kérdést, hogy egy emléktábla felújítása az mitől lehet jelentős. Most legalább két dolog miatt nagyon fontos. Egyrészt mutatja, hogy Magyarország nem felejtkezik el azokról a nagy magyarokról, akik akár külföldön, akár a világ bármelyik pontán éltek, alkottak. És azért is nagyon fontos, mert ez az esemény mutatja, hogy két ország képes, kész együttműködni, közös múltunk hőseinek emlékét megőrizve, közös projektek, közös emléktáblák, közös emlékhelyek megőrzéséért, felújításáért, megóvásáért. A táblát eredetileg Magyarország és Csehszlovákia közötti kulturális egyezmény keretében helyezték el, ami Borsos Miklós alkotása. Az egykori Szepesi Kamara csak részben megmaradt székházában 1785-től hivatalnokoskodott Batthyány János, aki társaival együtt Baróti Szabó Dáviddal és Kazinczy Ferenccel alapította meg az első magyar irodalmi társaságot Kassán. Elődeink 60 évvel ezelőtt helyezték el ezt a táblát, Batthyány János születésének 200. évfordulója alkalmából. Ez alatt a 60 év alatt egy picit megkopott már a fénye, és nagyon büszke vagyok arra, hogy akkor is az itt élő kassaiak fontosnak tartották, hogy Batthyány János emlékének táblát állítsanak, és ma is olyan közegben élünk itt együtt a kassaiakkal, élükön a főpolgármesterrel, akik értik, hogy a közös múltból így tudunk közös jövőt kovácsolni. Batthyányék Kassán indították el a Magyar Múzeum című irodalmi folyóiratot, az első ilyet Magyarországon, mivel szimpatizált a francia forradalommal és Napóleonnal, annak bukása után az osztrák császár börtönébe került. Szabadulása után feleségével együtt internálták a felső ausztriai Linzbe. Ott élt 1845-ben bekövetkezett haláláig.